Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké ámen. Kedves testvérem, szeptember 8-a szerda van, Szűz Mária születése, kisboldogasszony ünnepe. A mai napon az evangélium Szent Máté könyvének a részlete, az első fejezet első mondatától a 16-ig, illetve a 18-tól a 23-ig mondatig. Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Esrom, Esromnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Nászon, Nászonnak Számon, Számonnak Boász Ráábtól, Boásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnak Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia Úriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abia, Abiának Ászáf, Ászáfnak Józsafát, Józsafátnak Jórám, Jórámnak Oziás, Oziásnak Joatám, Joatámnak Áhász, Áháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Józiás, Józiásnak pedig Jekóniás és testvére a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekóniásnak Szalátiel volt a fia, Szalátielnek Zorobábel, Zorobábelnek Abiud, Abiudnak Eliakim, Eliakimnak Ázor, Ázornak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Máttán, Máttának Jákob, Jákobnak pedig József, ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhébe a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszígyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az úrangya, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a prófét által mondott. Éme a szűz gyermeket fogani és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérem, hát ez az a szakasz, amit általában pakok nem nagyon szeretek, főleg ezt a családfa részt, mit lehet vele kezdeni. Igazán, akkor, amikor családfáról van szó, egyértelműen persze Ábrahámtól dalálják a zsidóság történetét, és Dávid, mint a legfőbb király, a származtatás apa Jákról, tényleg végig levezeti azt, hogy valójában azok a proféciák, amiket jövendőltek, amit mondtak, beteljesedett Jézusban. Akkor, amikor tényleg Ábrahám Izsák istenének mondják. Mire hív az Isten, mire tanít? Mindenképp izgalmas, amikor tényleg a család fával találkozik az ember, és sok kérdője van. Mindenképp akkor, amikor látja ezt az ember a családfát, van benne persze pont Dávid, akinek van egy fia az Úriás feleségétől. Itt egy házasság törésről van szó, mondhatnám, és a történetben innen származtatják, tehát furcsa egy, mondhatnám, oldalagos betoldás a történetben. Én azt gondolom, hogy egy családfáról van szó, érdemes picit a saját családfánkról is gondolkodni. Annak idején lelki gondozóra jártam a Sotéra, és ott volt arra lehetőség, hogy az ember családfát állítson. Persze kérdés volt, hogy az ember mennyire tudja, mondhatnám, minél régebbre visszavezetni a családfát. És azon túlmenően mi az, amit megőriztünk az illetővel kapcsolatban, mi az, amit tudunk. Nagyon érdekes volt így végig szemlélni. Ugye azt mondják, hogy családban, hogyha Uram, bocsá, valaki önkezével vetett véget, akkor a családban ennek a lehetőség, mint faktora az, mint erősödik, tehát mások is esetleg önkezükkel vetnek véget. De ugyanis, hogyha valakinek abortusza volt, azt mondják, hogy valószínűleg a családban máshol is megjelenik ennek a problématikája. Érdemes a saját családfánkat így végig gondolni, és érdemes imádkozni a saját őseinkért. Saját családunk, mondhatnám, sebzettségért, bűneért, azért, hogy Isten kegyelméből tényleg gyógyulást ajánl a család. Sok problémának, nehézségnek néha a család is okozója történelmi múltja, amit nem tudunk.
És érdemes ilyen szempontból is néha végignézni, végigvizsgálni, illetve hálát adni azokért, akik esetleg számunkra kedvesebbek, nemesebbek, esetleg olyan dolgokat tettek, ami bármiképp is figyelemre méltó. Anyai ágon az édesanyám Nyomárkai Klár volt, ő egy olyan családból származott, ahol a családfa az valamiképpen visszament Rákóczi korába is egyszer, mivel Rákóczi fő lovásza volt az egyik Nyomárkai, megmentette Rákóczit, hát ezért kapott, mondhatnám, nemesi címet, ugye az Y-t az éneve végén. Családi legendárium, de mégiscsak érdekesség, egyfajta büszkeséggel töltötte a család, és jó volt erről tudni. Apai ágon meg hát mindenképp azt tudta az ember, hogy a családunk milyen mihez, ez végigvonult Európán, Mária Teréza idején, hogy időszak, hogy Bécsben éltek, és hát egy mindenképp jobb módban élt ez a család, és akkor, amikor Magyarországon, Budapesten élt a család, akkor még mesélték a családok, hogy annak idején egy kocsi állt meg a háznál, és egy osztrák hölgy, ami bizonyos családi ékszereket lerakott a család asztalára, és a család később ebből élt. A lényeg az egészben, hogy mégiscsak érdemes ezekkel foglalkozni, és valóban kérdés, hogy mire tanítanak ezek a történetek. Jézus történetében itt van ez a származtatás, és mindig ez a férfi ágán való, mondhatnám, származtatás. És utána halljuk Jézus Krisztus születésének a történetét, gyermeket fogant a Szentlélektől. Mire is tanít? Persze, hát a karácsonyi történet, álmában az Úr angyal megszólította, ugye Józsefet, őt is megerősítette, a Szentlélektől van a gyermek. Akkor, amikor családfáról hallottunk, utána a születésről adódik a saját születésünk. Érdemes megkérdezni a saját szüleinket, hogy annak idején minket hogy vártak. Nem nagyon szoktunk ilyenekről beszélgetni, pedig izgalmas kérdés akkor, amikor az ember a szülőkkel beszélget, hogy annak idején, amikor megfogantál, miképpen várt a család, hogyan is várt a család, mi történt akkor. Kifestették a szobát, gyermekáját belakták a szobába, elkezdték a ruhákat gyűjteni. Mindenképp izgalmas kérdés. A történet szempontjára, ami számunkra fontos, a mindenképp magának az evangéliumnak az örömhíre, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Szűz gyermeket volna, fiút szül, Emmanuel nevet adja, velünk az Isten. Ennek az evangéliumnak a legfőbb csattanójáról van szó, lényegéről, velünk az Isten. Isten egyszülött fia jött el, benne ott az üdvözítő, a megváltó, ő rá tekints, ő ránk figyeljünk. Mire hív minket az evangélium, ide tanít? Hát mindenképp egyfül a család fa állítás kérdése, mindenképp izgalmas, és sok mindent lehet ebből lekövetkeztetni, és érdemes imádkozni a saját szüleinkért, nagyszüleink, dédszüleink, ükszülőkért, végig az egész családfáért, ki mindenkiért, akikről származunk, és hátadba értük. Másfelől mindenképp arra is hív, hogy saját születésünkért is hálát adjunk, mert Isten az, aki létrehívott, ő az, aki megálmodott minket, és a világba küldött. Hát mit is kívánhatnék a lélek erében, hogy adj jó Isten, hogy valójában családban családi véke legyen, adj jó Isten, hogy családi múltunkkal is tisztában legyünk, gyógyulnak a sebek. Adj jó Isten, a lélek örömében, akkor a születésünkről van szó, ott is gyógyulást találjunk. Adj jó Isten, minden nehézség elejére az Úr Isten dicsérjük, és másokat is meg tudjunk hívni a tettes közösségbe. Krisztus, ami runk által. Amen.